Budafok tétény fejlődése azt igazolja, hogy érdemes közös értékek mentén, terméketlen politikai viták nélkül közösségeket építeni. Hiszen egy összetartó és összetartozó közösség tudja igazán becsülni az elmúlt évek fejlesztéseit is. Azokat a fejlesztéseket, melyeket együtt terveztünk meg, és együtt szenvedtük meg az esetleges kellemetlenségeket is a kivitelezés során. A nehézségekért azonban mindenkit kárpótol a létrejött új közös érték. Kerületünkben folyamatosan zajlik a munka, hiszen a tudatos kerületépítés során újabb és újabb igényeknek, kihívásoknak kell megfelelni. A Budapest útépítési programnak köszönhetően, amely a fővárosi fideszes polgármesterek kezdeményezésére indult, Budafok tétényben új lendületet kapott a földutak felszámolásának folyamata. Köszönöm Magyarország kormányának, hogy ezt lehetővé tette. A program keretében több mint 1 milliárd 136 millió forintnyi támogatást kapott kerületünk, melyet a helyi önkormányzat mintegy 570 millió forintos összeggel egészített ki. A 4 éves program első fázisában kerületünk sikeres pályázatának köszönhetően 5,7 kilométernyi földút, pontosan 39 utca kap aszfaltburkolatot. Így a kerületi földutak mintegy 40%-át szilárd burkolattal látjuk el. Ennek eredményeként készült el már 17 kerületi utca, köztük, ahol most vagyunk, a Fenyőtoboz utca, 159 méter hosszú útszakasza. És nem maradt el szerencsére a járda kiépítése sem. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a kollégáim és a kivitelezők munkáját. A kivitelezőkre külön szeretném felhívni a figyelmet, mert pont az imént beszélgettem itt az utcában lakókkal, és amikor ők köszönik meg, hogy milyen kulturáltan zajlott, hogy a munkások figyeltek rájuk, hogy mindenben segítették őket, az az igazi dicséret. A Budapest útépítési program kiváló bizonyítéka annak, ha a kormányzat, a főváros és a kerület összefog. Ebben az esetben ugyanis kisebb fajta csodákra is képesek vagyunk. Célunk, hogy Budafok tétény továbbra is élhető és szerethető kisváros legyen. Ez a program azért is kedves nekünk, mert valóban a budapesti, főleg külső kerületi fideszes polgármesterek kezdeményezték, és ez azért sikersztori számunkra, mert gyakorlatilag 2,5 év alatt egy elvi döntéstől, amelyet a Fidesz budapesti választmánya hozott meg a polgármesterek erős nyomása következtében, hogy kezdeményezi a kormánynál ezt a budapesti útépítési programot. 2,5 év után ott állunk, hogy elkészültek az első utak. Jelen esetben itt a budai oldal első új aszfaltburkolatú útját tudjuk átadni. És valóban, ahogy polgármester úr mondta, nem jöhetett volna létre ez a program, és nem valósulhatott volna meg ez a program a nagyon jó együttműködés nélkül. A kormányzat, a főváros és nem utolsó sorban a kerületi önkormányzatok együttműködése nélkül, hiszen ezt a programot lényegében a kerületi polgármesterek, polgármesteri hivatalok hajtják végre, és én hagy emeljem ki külön azt, hogy bár az egész budai oldalt tekintve közel 2,5 milliárd forint az, amit elnyertek a budai kerületek. A legtöbb pénzt nem csak a budai oldalon, de az egész budapesti útépítési program keretében a 22. kerület pályázta meg, és nyerte el több mint 1 milliárd forint értékbe. Tehát itt dolgoztak legtöbbet a kollégák, és hát ez látszik abból is, hogy ide tudtunk jönni az első út átadására. Én annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ez az egész budapesti útépítési program, ez nem előzmények nélküli a tekintetben, hogy sajnos egy 50-60 éves lemaradást kell pótolnunk, nem akarok nagyon visszamenni, de gyakorlatilag az 1950-es Nagy Budapest létrehozásakor, illetve az azt követő kommunista-szocialista rendszer alatt gyakorlatilag nem törődtek azzal, hogy 50-ben nagyon sok esetben
falusias, vidékies jellegű településeket csatoltak Nagy-Budapesthez. Ezen úthálózat került be Budapestre, és sajnálatos módon rendszerváltás után az úgymond 20 éves Demszki éra alatt is egy kicsit másodrendű állampolgároknak éreztük magunkat, külvárosiak, vagy külső kerületiek, kertvárosiak, hogy mi szoktuk magunkat hívni, hiszen ezekre a területekre nem jutott forrás és fejlesztés. Ezen a hátrányos helyzeten kívántak a polgármesterek, illetve a budapesti Fidesz változtatni néhány évvel ezelőtt, és indította el ezt a programot, amelynek az idei évben 10 milliárdos a kerete, a jövő évben is megfelelő források rendelkezésre állnak a program folytatására. Csak összességében annyit hagyd mondjak el, hogy a mi felméréseink szerint Budapesten 225 kilométer még aszfaltozatlan belterületi út van. Ennek körülbelül 20%-át tudjuk az első évbe felszámolni, tehát körülbelül 45-50 kilométer ilyen új út tud elkészülni Budapesten, és ahogy elhangzott, az első körben az idei év elején közel 8 milliárd forint került szétosztásra a kerületek között, ehhez értelemszerűen minden kerület a saját őrészét hozzátette, és hagy mondjak néhány jó hírt is, de ezt majd valószínűleg polgármester úr fogja tudni a részleteket majd bejelenteni, hogy a második kör és kiírásra került közel, vagy kicsit több mint 2 milliárd forint összegbe, és erre a második körre is Budafok adta be, Budafok Tétény adta be a legnagyobb pályázati keretet, több mint 1 milliárd forintos összeggel, tehát ha minden jól megy, akkor jó néhány ilyen sajtótájékoztatón lehet, vagy szalagátvágáson részt venni az elkövetkező időszakban, de ennek örülünk, mert a célunk ez volt, és még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, a kollégáknak a minisztériumban, itt a kerületben, itt az összes többi kerületben azoknak a segítségét, akik lehetővé tették azt, hogy valóban 2,5 év alatt az elvi döntéstől eljutottunk a beton alapokig, vagy az aszfalt útig. Én azt kívánom magunknak, hogy ez a tempó és ez az együttműködés tovább tudjon folytatódni.